Rimóci Sándort, nagy Tecsó polgármesterét köszöntöm a stúdióban. Szervusz Sándor, jó estét! Szép jó estét kívánok neked és a tévénézőknek, különös tekintettel nagy Tecsó a honfitársaimra. Ez a te kedvenc mondatod? Igen, ezt nem hagyom ki. Van még ezen túl kedvenc mondatod? Igen, ugye megkértelek, nem irányított a kérdés. Dehogy. Tehát a kedvenc mondatom úgy hangzik, örömmel értesítjük, hogy nagy Tecsó község önkormányzata az X pályázaton X-et nyert. Ugorjunk bele, hogy az ismereteneket bejelentesítsük. Lehet. Akkor kezdjük is ezzel. Hát először is nyertünk a első világháborús emlékművünknek a felújítására 1 millió forintot, és nyertünk belügyminisztérium pályázatán út felújításra 13,7 millió forintot. Ebből a Vasor utca, Zakászfa utca és a Jókai utca fog új burkolatot kapni. Nem csak ebből, ugye, mert ez ilyen 50%-os intenzitás utat, a duplájából. Így van. A jövő évi költségvetés terhére fogjuk tervezni ezt. És a jövő évi költségvetésből, illetve hát jövőre is valósul meg, mert gondolom, így van, most igen, november 15-ig után nem lehet nálunk utat építeni. Jó, sőt, gondolom a hősi emlékműnek is jövőre álltok neki. Annak még idén nekiáll a felújítója. És ki lesz a felújító? Ez azért értem. Barba Árpád. A térség ismert szobrásza. Így van. És a kedves Attila fia. Értem. Jó, hát ez tényleg jó hír. Ez a te kedvenc mondatod, és van olyan mondatod is, ami nem kedvenc? Hát például sajnálattal közöljük, hogy nem nyert ezen és ezen a pályázaton. Ez egy nagyon rossz mondat. Ezt hagytuk volna a végére, nem végét, valami örömhírrel búcsúzunk, de hát akkor mi az a pályázat, ami nem nyert, vagy tartsa? Nincs még ilyen, három vas van a tűzbe, nem is mondom el inkább abból, hogy melyikek, de nagyon bízom benne, hogy nyerni fogunk rajta. Jó, ettől még ez nem kedvenc mondat, világos értem. Magam is úgy gondoltam, hogy először kezdjük az évet, mert tehát végül is egy évről beszélgetünk most megint itt az évvége nyakunkon. Milyen éve volt Nagy Tecsónak, kezdjük valóban azzal, hogy gazdaság, fejlődés, beruházás, pályázatok. Tekintsünk vissza akkor évelejétől mostáig, mikor nem muszáj mindet. Talán a legfontosabb mérföldköve a község életében az, hogy a településszerkezeti terv és a helyépítési szabályzat módosítása a révbe ért, és november 1-jével hatályos. Ez megint megteremti a lehetőségét annak, hogy új lakóterületek és új ipari területek kapcsolódjanak be a Nagy Tecsó vérkeringésébe. Ez egy nagyon nagy dolog. Hát továbbra is hál' Istennek töretlen az ide települni szándékozóknak a létszáma. Úgy a csoknak köszönhetően a lakóingatlanok tekintetében, és a ipari ingatlanok tekintetében is. Jó, hát azt már ugye egyszer említetted, hogy az ipari parkok megteltek szinte. Hát ez most újabb lendületet ad, amit az imént említettem. Újabb területeket igen. Lehet, melyek lesznek ezek a területek? Úgynevezett Berdó 1-2-3-as terület, ez egy 12-13 hektáros terület, a Szilas projekt nevű projektcég is hasonló nagyságrendben bővít. Melyek ezek a területek? A Rákos Csaba felől jobb oldali területeken van egy háromszög, ami 12,5-13 hektár, és a Cinkotáról belépő útnak a jobb és a bal oldal az Aviak útnál, és a vele szemben levő terület az a Szilas projektnek a fejlesztése. Jó, tehát nincs egy újabb olyan terület, ami harmadik, negyedik iparterületként kerülne be itt a köztudatba, hanem a meglévők hiányzó foltjait tette lehetővé ugye így van. A szabályzat. Viszont mondtad, hogy a lakó épületek építési területekkel is. Hát igen, a csok által nagyon nagy lendületet kapott a terek. De mondtad, hogy már még 500 telek van, kell még? Körülbelül. Hát, hogy kell-e, azt majd eldönti a piac, de nagy mérő építkezés van Nagy Tecsón. Nagyon kinőttük az óvodát, tehát 30 fővel mennek a csoportok. Hál' Istennek a közbeszerzése
lassan lezárul, azt hiszem a mai nappal lezárul, és az iskola bővítés, a hét tanterem és az étkező melegítőkonyha bővítése az február 15-ével szerintem megkezdődik. Hát ez is olyan, amit úgy vártunk, hogy még talán az idén megkezdődhet, de aztán... Nem, igen, nem. Nem nálunk volt a labda. Tudom. Ez esetben a Nemzeti Sportközpontok intézte a közbeszerzést, de most legalább ebben a hónapban ez véget ér. És remélem, hogy a ajánlattevők közül győztes hirdethetnek. Mi a február 15-ével a munkaterületet átadjuk nekik. Értem, de ez akkor azt is jelenti, hogy ugye folyik a tanítás, és közben kell megkezdeni ott a munkákat. Hát valamit, valamiért. Értem. Nyári szünet nem elégre? Hát mindenképpen kell hozzá, és augusztus 15-i határidővel át kell adni az ajánlattevőnek, a nyertesnek. Jó. Mondtad, hogy szűk az óvoda. Ebből mi a kilábalás lehetősége? Óvodát kell építeni. Igen. Vannak erre konkrét tervek? Azt a meglévőt ugye bővíteni nem nagyon lehet. Nem. Hát elképzelések vannak, de erről még korai beszélnem, de valószínű, hogy a leégető probléma lesz a jövő esztendőben ez, hogy ezt megoldjuk. Nem szeretnék abba a cipőbe beleesni, mint az iskolánál, hogy konténeres megoldás, de még ez sincs elvetve, mert forrás oldalon nem látom a... Tehát egy ilyen óvoda, egy ilyen, mint amilyen a mostani, az ilyen 500 milliós nagyságrend. És ennyi tartaléka nem lesz a jövő évi költségvetésnek, hogy ebbe belefogjon. Már mindenféle lehetőséget meg fogok ragadni azzal kapcsolatban, hogy ezzel induljon. Hát óvodapályázat nem tudom, hogy van-e, lesz-e, de bölcsődepályázat igen. Azon az van, viszont indultatok. Indultunk, igen. Annak eredményéről még nincs tudomásom. De azt már lehet tudni, hogyha sikerül, akkor az hol lesz a településen belül. Igen, a tiszti lakótelepnek a szomszédságában a elterülő 1,3 hektáros terület fog erre szolgálni. Értem. Hát akkor folytassuk meg mindjárt hasonló kérdésekkel, ugye ott a HEMU-val kapcsolatban. Szintén pályázunk, energetikai pályázatunk benn van. A tűzoltást megcsináltuk a vagyonkezelő segítségével, tehát a beázásokat megszüntettük, és nagyon bízom benne, hogy ezen a pályázaton is nyerni fog a falunk, és megkezdődhet jövőre annak is a renoválása. Még egy égető problémánk van, ugye nincs művédési házunk. Vannak nagyszerű színházi előadások voltak a közelmúltban, de egy gombostűt nem lehetett leejteni. A mostani Táncsicsban, amit ugye köztudott, hogy bérlünk. Szeretnénk végre egy saját, a falunkhoz méltó művédési házat. És akkor erre a HEMU sem megoldás, mert nem... Hát a HEMU-nak a bővítése megoldást teremthet. Értem, tehát akkor ugye egyszer van egy energetikai pályázat a HEMU-ra, na de hogyha bővítitek, akkor érdemes úgy, hogy egyszer energetikailag rendbe tesszük, majd valamelyik falát szétverjük és valamilyen irányból bővítjük. Nem, mindenképpen érdemes, mert ugye nagyon sok helyiségből áll a HEMU, és nagyon sok civil szervezet van, és a helyre van igény. Tehát ez ettől független lenne. A mostani úgynevezett színházteremnek a megtoldásával a régi lakótelep felé, akár cölöpökön, akár egyéb módon, hogy ugye a garázsba azért le tudjanak menni az emberek, de ez megoldható, ennek a tervezése folyik. Jó, azt hittem azért kell cölöpökre építeni, mert hogy ugye... Nem, a terepadottságoknak... Hogy jön a víz, de most már nem jön a víz, ugye... Nem. Most számoltunk be róla, ugye voltál kedves elmondani, hogy záportározó alakul ki. Igen, azt hiszem jövő hét pénteken, már az egy hétre lesz az átadása. Tehát ez akkor mondjuk is el, hát, ha valaki nem látta a tudósítást, amiben Kertész úr volt segítségünkre, vagy a M0-ásnak, és az Iseszegi útnak a csomópontjában ugye mindig ott voltak ezek a problémák. Hát ott is, ez egy részét ugye kiváltja a 5,6 km hosszú pályaszakasznak a vizeit próbálja ott csendesebb mederbe terelni és elszikasztani majdan. Ne adja Isten, hogy még egyszer olyan árvíz legyen, mint ami ugye 2010 júniusában volt. Jó, szóval a cölöpök nem ezért kellenek majd a műrházhoz. Nem, a cölöpök azért is kellenek, hogy ez egy síkban legyen. Tehát a folytatása legyen a mostani színházteremnek, hogy az akadálymentesítés már eleve megvan oldva.
Igen. Azt hallottuk Kertész úrtól, hogy nem csak ez az egyetlen záportározó a telep, igen, a faluban, hanem kisebbek, nagyobbak, nem túl látványosak, de ezért több helyütt is vannak. Hát például a Múzeum utca környékén is van valami. Hát az egy spontán kialakult záportározó, mert az tulajdonképpen telek. Aha. Csak hát ugye a víz az nem járt fizikaórára, és fogja magát, és csak úgy bemegy. Hát van, amikor egy pozitív módon oldja meg a problémákat. Hát van az úgy is, de legtöbbször nem. Tehát még az üzet azt el lehet oltani, a vizet azt nem. Uh-huh. A vizek összegyűlökezésének az ottani megoldása talán az lenne, hogy a Múzeumkert utca, ha az iskola felé tekintünk, jobb oldali része utáni nádast kitakarítva, és ott egy séta teret képezve egy kis tóval. Ez az lenne, magántulajdonban vannak? Az magán, hát egy nagy részük, egy jó részük átadta az önkormányzatnak, és elajándékozta az önkormányzatnak, egy kicsi parcellák vannak benne, van olyan is, amiből 3 négyzetméter lehetetlen, csak sok-sok tulajdonossal. Mi azon vagyunk, hogy abból is egy a település szerkezeti tervnek a térképén is ez úgy szerepel, mint záportározó. Szintén nem régi hír, hogy immár fedett teniszpályával rendelkezik Nagytartsa, és ez ugye nem csak Nagytartsának fontos hír, hanem úgy tudom, hogy számít a település, a környékbeli települések sportszeretőire is. Hogy sikerült befedni? Milyen költséggel, milyen forrásból? Közérdekű hozzájárulással, és... Ez mit jelent, hogy közérdekű hozzájárulás? Hát például egy... Zsebben nyúl? Ne, hát ez mindenképpen zsebben nyúl, de egy befektető, aki ugye arra van kötelezve, hogy valamilyen szerződés kössön, együttműködési szerződést az önkormányzattal, és vagy pénzben fejezi ezt ki, vagy pedig valami munkával. Ez esetben pénzt tett be Viszkok Sándor, a Szilas projektnek a tulajdonosa, 5 millió forintot, és két részletben lesz jövőre másik 3 millió forint, amiben bekerült ez a mindhárom teniszpályának a fedése. Tehát akkor ez... A teljes gépészettel, a primagáz lett letelepítve, és azzal van a fűtés, hőlékbefúvással, és ilyen túlnyomásos csarnok. Nagyon remélem, hogy vonzó lesz a ide látogatók, és természetesen a leginkább a helyi lakosok részére. A másik, ami úgy látom az utóbbi időkre keresetté felkapottá vált, ez a nagytartsai termelői piac, amit annak idején Rónai Pálné Krisztina kezdett el szolgálni. Sőt, hát azt gondolom, hogy ma is kicsit majd motorja, napig, vagy nagyon is motorja. Amihez aztán az önkormányzat még sátrakkal is kapcsolódott, tehát a piac is fedett lett, ha akarom. Igen, egyre sikeresebb a piac. Sajnos történt a múlt héten egy éjszaka valaki tüzet gyűjtött, és egy széket is összetörtek, és nagyon fáj ez a vandalizmus, mert nem tudom az okát, sose értettem, de a piac helyet követel magának minden pénteken, és egyre többen látogatják. Én is, ha csak tehetem, minden alkalommal el szoktam menni, és vásárolok a helyi termelőktől, és erre biztatom a honfitársaimat is, hogy minél többen látogassák. Érezhető, hogy ők újra kedvet kaptak a termeléshez, és tehát, hogy segít ez rajtuk, hogy... Hát szerintem ez nem fogalmaznám úgy meg, hogy újra, mert ez szerintem a nagytartsi polgárok és a őslakosságnak a sajátja, és ezzel sose hagyott fel ezzel a tevékenységgel. Jó, hát olvastam én ilyet az újságban, hogy igen, sajnálatos módon a helyiek leszoktak arról, hogy ilyen és ilyen zöldségféléket termesszenek, és hogy újra kéri őket az önkormányzat, vagy Rónainé, hogy fogjanak bele. És én egyre többen. Észre, hogy igen, egyre többen, igen. Ez igaz, ez így igaz. Aha. Azt gondolom, hogy az év során többször beszélgettünk már azokról a társadalmi szerveződésekről, a különböző szervezeteknek azon tevékenységéről, amitől Nagytartsa a kulturális élete olyan, amilyen, egyre gazdagabb, számos rendezvény volt már az idén. Talán ebben most nem kapnánk bele, hiszen már jól kitárgyaltuk. Tehát én úgy vettem észre, hogy több a rendezvény, mint a környékbeli nagyobb városokban. Viszont beszéljünk talán arról, hogy mi van még hátra, hiszen közeleg a karácsony, és
vannak hagyományos rendezvényeink, ezek közül kimagaslik talán az adventi. Minden esztendőben ugye adventi gyártyát gyújtunk a főtéren, most már be van csomagolva mai nappal, el is helyezkedett rajta a 4 darab gyertya. Már a diszkút. A diszkút be van csomagolva, igen. És megemlítenem még az adománygyűjtést a rászorulóknak, ez is hagyományosan szokott minden esztendőben létrejönni. Minden frekventált helyen elhelyezünk gyűjtődobozokat, ahova a pénzadományokat lehet betenni. Ezúton is kérem a nagytarcsai lakosságot, hogy gondoljon a nagytarcsai rászorulókra. Tavaly is rendkívül sikeres rendezvény volt, a családsegítőből rengeteg étel, ital, a napi élelmiszerekkel megrakott dobozokat vittünk ki az arra rászorulóknak. Hát ami az adventet illeti, akkor azért azt még fejezzük be, tehát 27-e az első adventi gyertyagyújtás ideje, és attól kezdve ugye minden vasárnap. Mindig más, illetve hát váltakozva a különböző vallások felekezetek képviselői. És viszont a falu ökumenikus módon mindegyikre el szokott járni. Igen, igen. És ez egy nagyszerű dolog. Reméljük így lesz az idén is. Így lesz valószínű. Advent után pedig gondolom, hogy magad is minden nagy tartsai honfitársadnak a boldog várakozást, meg boldog karácsonyt. Igen, kegyeletteljes adventi készülődést kívánok minden nagytarcsainak, és egy rendezvényről elfeledkeztünk, 70 éven felüli a karácsonya. Uh-huh. Ez természetesen megint meg lesz rendezve idén, sőt lesz karácsonyi koncert a evangélikus templomban. Mindenkit szeretettel várunk. Így van, és aki nem tudta volna megjegyezni azokat az időpontokat, amiket el sem mondtunk, a honlapon és a nagy tölcsei tükörben meg fogja találni. Természetesen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.